Át, srácok, ki kellett hagyjam az intrót, ne haragudjatok, nincs, nincs idő rá, mert horgászni kell, mert fuck endgame, nincs több fashion frame, nincs semmi, sajnálom, a videózást abba fogom hagyni, mert horgásznom kell Warframe-ben. Itt állunk, srácok, hát igen, mindenki megcsináltam a horgászos videóját, úgyhogy idején is, hogy megcsináljam a horgászos videómat, hogy a magyar közösség számára is magyarul elérhető legyen a dolog. Nem is húznám nagyon a szót, mert mennünk kell horgászni, és továbbá ilyen no man's sky stílusú bányászatot is kell folytatni, és ez rett tően fontos az életünkben és a Warframe-ben, mint játékban, úgyhogy nem is nagyon húzom az időtöket, tényleg. Nos, mit kell tudni a horgászatra? Vannak halak, öhm, ki kell őket fogni, fel kell őket kaszabolni, vagy éppen be lehet őket váltani öhm, szindikátus pontokért. Nos! Ami, ami, lényeges és fontosabb, az éjszakai Mortus Longfish nevezetű hal sok-sok szindikátus pontot ad. Úgyhogy ma um, itt a dilemma. Vagy egy Eidolon, um, vadászol, vagy az éjszakai Mortus Longfishra vadászol, és eldöntöd, hogy mit akarsz csinálni, de egyszer a kettőt nehéz lesz. Nos, de én mondom nektek, őszintén mondom nektek, horgászatok, horgászat, na jó. Azt csináltam, hogy jól esik igazából. Uh, hogy őszintén lelk engem egy kicsit idegesít. Tehát nem, nem az, hogy nem élvezem csinálni, de hosszú, 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 hosszú órákon keresztül kell ezt csinálni. Ahhoz, hogy bármilyen eredményt is elérjél, és a Warframe az nem egy horgászós játék, mikor legutoljára lecsekkoltam, bár lehet, hogy rosszul csekkoltam rá. Nos, uh következő dolog, amit szeretnék csinálni, és ez egy köszönet inkább a közösségnek, mivel benne vagyok, ha ezek a srácok voltak olyan kedvesek, és még a taktika potétónak a horgászos videójának lefordították a táblázatát, hogy milyen halak hol vagyunk, úgyhogy köszönöm szépen neked, Rencsi, és Köszönöm szépen neked, Bálint, Robin Nagy, neked is köszönöm a linkeket. Minden linket uh, megtaláltok. Ennek a videónak a leírásában elugorhattok és lecsekkolhatjátok. Ezeket a linkeket vagy le is tölthetitek, és uh, megtarthatjátok magatoknak. Ezek táblázatok részleteiben menően uh, um, magyar Warframe Gamerek által lefordítva. Az, el az előbb említett nevek által lefordítva és öm... Megtudhatjátok, hogy melyik hol, melyik hol, hol van, hogy néz ki, milyen csali kell hozzá, mikor fogható, mennyi pontot ad, mennyi olajat, mennyi testrész, mind, minden, minden, minden. Továbbá van egy link, amely a egy lévő nappal és éjszaka változását is követi mindazoknak, akiknek szüksége van rá, hogy ez meglegyen, magyarul is, és magyarul is elérhető legyen. Nos, srácok. Röviden ennyi már. Azt kell mondjam, hogy fölösleges elmagyarázni az hogy ez ahol ezt ad, az ahol ezt ad, az ahol ezt ad. Ami igazán fontos tudnatok az, hogy milyen csalik kellenek bizonyos halakhoz, hogy előjöjjenek, és hogy egy-két hal milyen testrészt ad, ami a ritkább, de ezt mind-mind-mind megtaláljátok a táblázatban. És, és azért is emeltem ki azt, hogy éjszaka a Mortus Longfish az több szindikátus pontot ad, mivel, hogy elég gyors, mert nem elég gyorsan, tehát elég nagy léptékben kell haladni a szindikátus pontokkal ahhoz, hogy a jobb csalikat kivásd, vagy éppen a különböző pecsabotokat, melyek adott egyes halak ellen sokkal jobbak. Amit még érdemes kiemelnem, hogy tudjátok, a halakról van egy ilyen csali, ami így lenyugtatja a halakat, szóval, hogyha több hal van a környéken, akkor Azokat mindegyiket kifogni, nem beszélve arról, hogy vannak olyan halak, amelyek kicsit keményebb páncézattal rendelkeznek, több ö, ö, többszöri dobás szükségeltetik ahhoz, hogy kifogd, és annál elég fontos, hogyha van egy ilyen halnyugtatónye, adtok nekik egy kis füvet, és akkor már minden rendben lesz náluk hogy az, azokat is ki fogjátok uh, tudni fogni, mert azok adják a ritkább testrészeket, és uh, amint elnéztem, egy párra van szükség azokból is. Tetszik is, hogy van benne egy ilyen halászat, meg nem, és hát ilyen levezetőnek teljesen jó, de kicsit ezt csinálni órákon-órákon keresztül ez, ez egyszerűen őrület. Nos, srácok, ennyi lett volna. Rövid uh, videó, még egyszer köszönöm szépen a klánom tagjainak hogy lefordítottátok és hogy segítségére vagytok a, a közösségünknek, és hát ja, következő ö, videóig első fogok köszönni, mert mennem kell horgászni, mert ez annyira fontos, na jó van. Ha tetszett a videó iratkozzatok föl, további volt semért, klikk a csatornámra, sziasztok!